És akkor már is javítunk, korrigálunk, természetesen nem Patkoló Anikót hallottuk, hanem ugyancsak egy felvidéki énekművészt, Kollár Katalint nagy örömünkre énekelt. Reméljük, hogy az ünnepeltekhez eljutott az üzenet és a szép dal, és már is vendégeket köszönthetünk. Már is vendégeket köszönthetünk, és egy nagyon izgalmas téma a következő percekben. Nem nagyon vagyunk tudói ennek a témának, de a kedves vendégeink Nick Kemp író és tréner, valamint Stenger Györgyi tréner és coach azért érkeztek a stúdióba, hogy erről az irányzatról beszélgethessünk egy kicsit. Akkor kezdjük talán önnel. Miről is van szó, amikor azt mondjuk, hogy NLP? Nem arra készültem, hogy az NLP-ről beszéljünk, mert hogy Nick Kemp van most itt Magyarországon, és ő nem NLP-vel jött ide, hanem a provokatív változás módszerét hozta el. De azért, ha már szóba került, azért mondjuk el a nézőknek, hogy miről is van szó az NLP kapcsán? Igen, tehát az NLP az a három betű a neurolingvisztikus programozást jelenti, és a kommunikáció művészete, a természetes tanulás művészete, a célkitűzés művészete, úgyhogy Nick is használ NLP-t ebben a módszerben. Önök mindketten foglalkoznak az NLP-vel, ugye? Igen. És Nicknek különlegessége micsoda? A provokatív változás módszere, ami szerintem még sokkal, de sokkal hatékonyabb, mint az NLP. Mit kell ez alatt érteni? Bocsánat. Tehát az, hogy a változás, az nagyon gyorsan és elegánsan végbe megy. Tehát néha egy-egy mondat kapcsán. Kezdhetjük ott, hogy általában milyen problémával keresik meg önt, mert gondolom valamiféle problémának azért meg kell húzódni a háttérben. Min szeretnének változtatni azok, akik felkeresik Nick Kempet? Nagyon sok különböző féle probléma van. Addikció, kényszerek, düh, féltékenységi problémák, bármi olyan helyzet, olyan állapot, amiben megragad. És ki lehet az embereket billenteni ebből a beragadt állapotból? Come out of this state. Yes. Így van. And not only can you move people from, és nem csak ki lehet zökkenteni őket, hanem elég eredményesen el lehet érni, hogy nagyon sok változáson menjenek keresztül, miközben egy ilyen beszélgetéses módszerrel, egy interakció úgy általában elmondható, hogy az emberek kevéssé beszélgetnek a hétköznapi interakciókban, és a partnereikkel is talán ez a beragadt állapot, ami jellemző? And that state becomes typical. Sorry, much more valid. It becomes typical today. Yeah, I mean, I think in the modern age where a mai korban 24 órán keresztül rá tudnak menni a Facebookra, az internetre, információ bombázásnak vannak kitéve, tehát nagyon komoly az esély annak, hogy valaki újra lesz a szorongás, tehát nagyon komoly veszélyeknek vannak az emberek kitéve stressznek, és ez azt produkálja, hogy nagyon magasak az elvárások, és ez pedig nagyon komoly szorongásokat alakít ki az emberek. De sosem volt alkalmasabb időpont arra, hogy segítsünk az embereknek. Hogyha visszatekint azokra a hónapokra, évekre, nem tudom, hogy ön mióta foglalkozik ezzel a témával, mik azok a legnagyobb sikerek, amiket magáénak tudhat? Successes. There's a lot of successes. Nagyon sok sikerem volt, ami az eszembe jut éppen. Egy olyan hölgy, aki egy ilyen megszállott gondolkodással diagnosztizáltak 24 éven át. Pszichoterápiára járt, 5 éven át, és utána jött hozzám. 5 éven át járt pszichoterápiára, hetente egy alkalommal. Az volt a nehézség, hogy képzeletében folyamatosan azt gondolta,
Ugyanazokat a gondolatokat gondoltam, méghozzá ilyen szorongásos állapotban, nagyon egyszerű módszerrel, eléggé gyorsan meg tudtuk ezt változtatni. Nem arról szólt, hogy elemeztük, hogy mi az, amit gondolkodott. Gondolom, hogy ez nagyon fontos volt azért is, hogy nehogy fizikai elváltozásokat is okozzon az a probléma, ami a gondolkodásában vagy a lelkében volt. Hiszen ilyenkor felmerül ugye a kérdés, hogyha az emberek tele vannak szorongással és félelemmel, akkor nem riasztó-e, hogy egy provokatív kezelésben részesülnek? Provocative therapy. Actually, completely the opposite. Pontosan az ellentétről van szó. Nagyon sok humor van benne, beszélgetés, társalgás ebben a gyakorlatban. Hagyj mondjak egy példát. Az egyik nagyobb félelme az embereknek a világon, ha az, hogy közösség előtt szerepeljenek. És ugye hát élőben, egy előadásban szerepelni a szintén még csak növeli ezt. Tehát ilyenfajta helyzetekben az emberek éneket mondogatnak maguknak, húha, mi van akkor, hogyha ez is ez történik, mi van akkor, ha az is ez történik. Mégpedig ilyen szorongással gondolkoznak ezen, és ennek következtében kezdek el szorongani. Ön most Magyarországon előadást fog tartani, és úgy tudom, hogy először jár Magyarországon. Mi az, amit ezzel az egész módszerrel ön szeretne átadni a magyar hallgatóságnak? Mik azok a keywords, amikre szeretné a hangsúlyt fektetni? Kulcsfontosságú szavak, keywords, először is az, hogy rá tudjunk jönni arra, hogy jobban figyeljünk oda arra, hogy hogyan gondolkozunk mi bizonyos dolgokról, mert akkor ezen lehet változtatni, és ez nagyon könnyű. A második pedig a humor, ez egy rendkívül jó eszköz arra, hogy a szorongástól megszabaduljunk, és jobb választási lehetőségeket biztosítsuk az emberek számára. A másik pedig az, hogy a kíváncsiság, fogalmunk sincs, hogy mire van mód. Ha visszamegyünk mondjuk 50 évvel, az, hogy egy élőadásban szerepeljen valaki nagy felbontású képernyőn, hatalmas lehetőségek vannak, és az emberek fejlődésében, a személyiség fejlődésében is hatalmas lehetőségek vannak. György, ugye trénerként és coachként, én úgy láttam, hogy ön nagy híve lehet Nick Kempnek, ahogy hallgatta az ő mondatait. Mit jelent önöknek, mert gondolom többen is vannak, akik hívei Nick Kempnek, hogy ő most Magyarországon tart majd előadásokat? Az első fél napon már túl vagyunk, és ennyi nevetést egy teremben nagyon ritkán lehet hallani, pedig nagyon komoly témákkal mentek ki az emberek, akik vele dolgoztak. Ki a hallgatóság, vagy kik vannak a hallgatóság sorában, lehet-e tudni? Sok-sok NLP-s van, tehát akik NLP alapot és mestertanfolyamot végeztek, vannak szervezetfejlesztők, üzletemberek, egy állatorvosunk is. És akkor ma délután folytatódik, ugye? Igen, ez egy 3 napos tréning, igen, és én tavaly Amerikában találkoztam Nickkel, és nekem ez a szó őszintén szóval, hogy provokatív, ez egy kicsit olyan ellenszenves volt, és úgy ültem be, hogy volt bennem ilyen ellenállás, hogy mi is lesz itt. És az első 5 percben Nick úgy leszerelte ezt, hogy így nézem, hogy mitől provokatív. Gyorsan képes működni és hatni ez a fajta módszer? Igen, én azt keresem, hogy mi működik, és mennyire hatékony. György, pszichológusokat mennyire lehet bevonni ebbe a procedúrába? Mennyire partnerek ebben az embereknek az alakításában? Voltak már pszichológusok NLP-n a mi kurzusainkon, úgyhogy... Sőt, mit szólnak hozzá? És használják a mindennapokban, igen. Köszönjük szépen. Hogy itt voltak velünk. Köszönjük a lehetőséget. Thank you very much. And enjoy your stay here in Budapest. I love it. I love the city. The first time. De nagyon tetszik a város. Köszönöm szépen. Mit látott eddig? Egy kis túrára mentünk tegnap délután. Megnéztük a várat. Gyönyörű építészet. How did you like it? Did you enjoy the Hungarian cookies or cakes? Szeretnék el, ennyi az egész, talán nem is olyan nehéz a recept. Fogadják meg Nyári Károlytól is.